Megújul a digitális jólét alapcsomag március 16-ántól. Azok is kérhetik majd a kedvezményes internetszolgáltatást, akik már az előző évben rendelkeztek előfizetéssel. Emellett az eddigiektől eltérően nem egy évig vehető igénybe a kedvezmény, hanem korlátlan időre. Az elmúlt években a digitális jólét programnak, illetve az adócsökkentéseknek köszönhetően csaknem 30-35%-kal olcsóbban lehet internetezni. Solymár Károly, az infokommunikációért felelős helyettes államtitkár arról beszélt. A cél az, hogy mindenki számára elérhető és megfizethető legyen az internet használat. Mindennek az alapja az internet használat. Az internet használatra két módon kell gondolnunk. Egyrészt, hogy minél több helyen az ország minden lakosa számára elérhető legyen földrajzilag, ebben nagyon komoly előrelépést tettünk. A másik pedig, hogy anyagilag megfizethető legyen. Úgy gondoljuk, hogy a rezsicsökkentés nem csak az energiaárakról kell szólnia, hanem bizony a távközlési díjakról is.